Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Szíbert Gergely, a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonság és földhivatali főosztálynak vezetője, megyei főállatorvos. Nos, aki azt gondolja, hogy ismét állategészségügyi problémákról beszélünk, jó estét kívánok. Én is tisztelettel köszöntöm a nézőket. Annak csalódnia kell, hiszen most egy kivételes rendhagyó beszélgetés következik. Nemrégiben, tehát 2017-ben jelent meg a 20 esztendős Magyar Állatorvosok Világszervezetének antológiája a 20. születésnapon, ezt megmutatom mindnyájuknak. Ez egy csodakötet, meg kell, hogy mondjam. A Magyar Állatorvos Írók antológiája egy fantasztikus gondolatsor, és aki elolvasta, már pedig én megtettem, az megerősítheti, hogy igenis van tehetség a literatúra iránt az állatorvosi karban is, hiszen nagyszerű könyvek, nagyszerű írások születtek, versek, elbeszélések, novellák. Olyan gondolatsorok, amelyeket mi a hétköznapi emberek nem tudunk megélni, hiszen itt elsősorban azért mindig kapcsolódik az állatorvosláshoz, illetve a körülöttünk lévő természethez. Honnét jött a gondolat, kérdezem a kötet egyik szerkesztőjét, Szíbert Gergelyt. Hát a gondolat, az első gondolat talán az nem tőlem származik, hanem elnökünktől, Szíbert Istvántól, aki már az elmúlt 20 évben is, mint a világszervezet elnöke, nagyon fontosnak tartotta a szakmai konferenciákon túl, hogy ez a szervezet mással is foglalkozzon, tehát egy ilyen kulturális missziót is betöltsön. Ezért is volt nagyon fontos mindig, hogy magyar nyelven tartottuk az előadásainkat, bármerre is jártunk a Kárpát-medencében. Az ő gondolata volt néhány évvel ezelőtt, hogy az állatorvosok az állatorvoslás mellett különböző művészeti ágakkal is foglalkoznak, ezért már néhány alkalommal, 2-3 alkalommal volt állatorvos festő, grafikusok műveiből kiállításunk. Ezt mindig valahogy a konferenciáinkhoz kapcsoltuk, és a konferenciák előterébe voltak kiállítva ezek a festmények. De nem csak festők, vagy grafikusok, vagy szobrászok vannak állatorvos végzettséggel, hanem felmerült, hogy az irodalomban is többen megmutatkoznak. Van, akinek már megjelent verses kötete, van, akinek esszékötete, novella kötete, van, aki csak különböző folyóiratokban jelentetett meg írásokat, akár álnéven, csak azért tudtuk, hogy mi tudtuk, hogy kiről van szó, és felmerült annak a gondolata, hogy miért is nem gyűjtjük egybe ezt, és adunk egy művet nem csak az állatorvosoknak, hanem mindenkinek, aki ezen téma iránt érdeklődik. A gondolatot tett követte, és engedje meg, hogy az előszóból felolvasok egy rövid részletet. Ezt ön írta, így gondolta nagy elődünk Tolnai Sándor, amikor oktatási tevékenységét a 18. század végén megkezdte a Pesti Egyetemen, az oktatás nyelve még nem a magyar nyelv volt. A sok nemzetiségű ország valamennyi vidékéről érkeztek hallgatói, de szilárd meggyőződése volt, hogy a mindennapi állatgyógyászati feladatellátás során a magyar nyelv tudása elengedhetetlen a számukra. Mi a kései utódok, az ő nyomdokán haladunk a Magyar Állatorvosok Világszervezetében, és mindent megteszünk azért, hogy szakmai tudományos ismereteinket bárhol is élünk a világban, anyanyelvünkön is fejleszthessük. Azt hiszem, hogy ez a kötet ékes, ez az antológia ékes példája ennek. Hogy választották ki a szerzőket? Hiszen aztán utána majd a szerzőkről beszélünk, hiszen rendkívül érdekes életpályák állnak előttünk. Hát nem volt egyszerű, azt kell, hogy mondjam, ugyanis ahogy haladtunk előre az időben, egyre több mű fordult meg a kezeink között. Meg kell említenem itt szerkesztőtársamat, Madaras Péter kolozsvári kollégámat, aki amellett, hogy segített a művek kiválogatásában, önmaga is író, költő hírében áll, és azt gondolom, hogy ezt bizonyította is. Igazából tavasszal, tehát tavaly tavasszal fogalmazódott meg a gondolat, hogy most már akkor végre valakinek a kezébe kell vennie ennek a megalkotását, és rám esett
a választás, illetve én vállaltam ezt a feladatot, és akkor elkezdtem bekérni a különböző fórumokon azokat a műveket, amelyek már megjelentek. Tehát azt meg kell, hogy mondjam, hogy senki nem ezen alkalomból írt, hanem ezek már mind-mind vagy az íróasztal fiókjában porosodtak, vagy már megjelent művek voltak. És mindenki küldött legalább 3 művet, akik megszólításra kerültek, vagy közvetlenül tőlem, vagy áttételesen. És először az első gondolat az volt, hogy egy vaskos kötetet jelentessünk meg, ami akár a különböző könyves szekrények dísze is lehet. Utána különböző okok miatt arra esett a választás, hogy inkább több részletben jelentessük meg. Ez mind a művek mennyiségéből, mind azért, hogy egy-két kulisszatitkot eláruljak, ugye egy könyv megjelentetése nem 2 fillér, és ugye ebből igazából bevételünk nem származik, tehát a kiadás részét a lehető legkisebbre kellett szorítanunk, és akkor fogalmazódott meg ez a gondolat bennem is, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökében, hogy mi lenne, hogyha egy sorozatot jelentetnénk meg belőle, és mivel nagyon közeledett a 20. évfordulója a szervezetünknek, és már kellett valamit felmutatnom, ezért is ez egy eszenciája annak a rengeteg műnek, ami jelenleg is ott van a számítógépemen, és arra vár, hogy a második, ne adj úristen, a harmadik kötet is megjelenjen. Tehát a válogatás elve az volt, hogy a megszólítottak részéről legalább egy mű belekerüljön, mert azt gondolom, hogy így a Kárpát-medence valamennyi területéről, legyen az Felvidék, legyen az a jelenlegi anyaország Magyarország, vagy legyen az Erdély területe, megjelentettünk műveket. Míves munka annyi szent, és megérte a fáradozás, mert remeg a könyv. 14 szerzőt számoltam én meg, néhányan 2 írással művel jelentkeztek. Vágjunk is bele, röviden azért mondjuk, hogy ki kicsoda, legalábbis a javát mondom én. Rögtön itt van nekünk Kelemen Hunor, magyar íróköltő, sorsfolytó esztendőkben az első számú erdélyi magyar politikus, hiszen volt ő kulturális államtitkár, az RMDSZ ügyvezető elnökeként államfőjelölt, és ő az idén 25 esztendeje végzett az Állatorvosi Egyetemen, és remek az az írás, és hadd olvassak fel belőle, és utána egy kicsit beszéljünk Kelemen Hunorról. A látogató. Mint uszájuk a nagy vízeken, úgy érkezel, tudtam, hogy jönnöd kell, elhozta híred az alkonyi szél, a lebukóna forró lehelete. A várost kidíszítem, s bár ünneplő ruhámnak nyoma veszett, szememből a fényt mégsem ölte ki a hosszú álom. Ünnep lesz, amikor megérkezel. Csoda gondolatok. No, hogy sikerült Kelemen Hunorról megtudniuk, hogy ő például ír verseket, még az remek verseket? Hát itt egyrészt, mivel ugye kollégánkról van szó, mi azért egymásról tudjuk, hogy ki miben jeleskedik az állatorvoslás mellett is. Vele is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és emellett még Madaras Péter, akit az előbb is említettem már, az elsők között kereste meg őt, illetve küldte be a műveit, és ezért esett rá ezzel a verssel a választásunk. Aztán itt van nekünk Kelemen Attila. Ez a kedvencem, azt mondom én. Majd róla beszélni egy kicsit, az a címe, hogy Fogyatkozás. Találkozásunk matematikai valószínűsége egyre fogy, közös kenyerünk, ropogós héje, omlós béle egyre fogy, vidra ösztönünk, hiús szemünk, mennyit hajlékonyságunk, medveálmunk, zerge vágyunk, farkas természetünk, hermelin fehérségünk egyre fogy, csak bagolyröptű nesztelen éveink sokasodnak húhogva. Hát azt mondom, hogy hát igen.
Tehát ezek a jelző szerkezetek nem is származhatnának másból, mint egy állatorvos gondolat sorából. Ezek gyönyörűek. Én úgy gondolom, hogy ez az érzés, amelyet ő megfogalmaz, többünkben megfogalmazódik, de így leírni, így megfogalmazni, csak tényleg azok tudják, akik benne élnek a költészetben, és adottságuk, tehetségük van hozzá. Szerencsére ő is ezek közé tartozik. Azért itt, hogyha megint egy kis titkot elárulok, vannak hibák a könyvbe. És én két hibát fedeztem föl, és sajnos az egyik pont az ő neve. Ugyanis ő azon kevés Attilák közé tartozik, akik ősiesen írják a nevüket, két ellel és egy tével, és ő erre mindig is nagyon adott, és mindig nagyon kritikus volt azokkal szemben, akik erről megfeledkeztek. És aztán itt egy hiba, igazából, ahogy én így megpróbáltam utána kutatni, hogy miért is következhetett ez be, talán egy utolsó nyelvi lektorálás után már nem olyan szemmel néztük, és azért jöhetett ez be, de hogy az ő nagyságát azért megemlítsem, amikor, hogy így mondjam, bocsánatot kértem tőle, hogy ez a hiba elkövetődött. Egyrészt ő ezt sosem emlegette föl, azóta sem, és nem sértődött meg. Én azt gondolom, hogy ezt kevesen tették volna meg, ez is az ő nagyságát bizonyítja. Ugye Madaras Péterről beszéltünk, hogy ő kolozsvári születésű, Philipp Kálmán szintén Marosvásárhely szülötte, legalábbis 80 esztendős, de ha már 80 évesről van szó, Kégli Tamás, az adonyi állatorvos kolléga is a 80. születésnapját ünnepli. Kégli Tamással már régóta ismerjük egymást, ő különben valamennyi kulcsi rendezvényünkön is részt szokott venni, ott van, és ahogy látható a könyv elején, ő a művek kiválogatásában is nagy segítségemre volt. Direkt azért választottam őt, mert szerettem volna egy irodalmi vénával megáldott kritikusnak is megmutatni a műveket, hogy ne csak az olvasó véleménye alapján válogassunk, hanem szakmai szemmel is megtörténjen a válogatás. És amellett, hogy nagyon sokat segített, emellett azt gondolom, hogy egy nagyon szép, könnyed verset, illetve egy mély mondani valójú esszét, novellát adott nekünk. Ugye ő írt, a Kégli Tamás írt az árvízről. Azt gondolom, hogy ez egy őszinte igaz történet, amelyet jó, hogy megírt valaki, egy család tragédiája elevenedik meg előttünk, illetve a túlélésről is beszél, és emellett azért hozzá kell tennem, hogy a világszervezet a saját maga szerény körülményei között az árvíz után, a székelyföldi árvíz után gyűjtést rendezett, és 3 millió forinttal tudtuk segíteni nincs telenné vált kollégáinkat. Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Ha már kulcs szóba került, érdekes volt megfigyelni, hiszen kulcson rendezik, a kedves nézőink tudják, az Agrárinfóban mindenképpen az állatorvosi emléknapot, esztendőről esztendőre, és ugye decemberben ott mindenki átvette a könyvet, és jó volt látni, hogy abban a pillanatban mindenki mutatta, hogy mi tetszik neki, mert hogy minden tetszik neki. Ahogy nekem is, hiszen ott tartottunk, hogy Hégli Tamás, aki ott jár köztünk minden esztendőben, hála Istennek, viszont itt van nekünk Zabos Géza, Tiza szerelmese, aki ugyan 1999-ben távozott az élők sorából, viszont az az írás, amit megjelent az ő tollából, nagyon-nagyon jellemző arra, hogy milyen nagyszerű író is volt. Igen,
A két művét is beraktuk a kötetbe, ami nekem, vagy engem több szempontból is megfogott, ez az első, a menedékem a Tisza. Egyrészt egy olyan problémáról beszél, amely valamennyi állatorvos találkozik vele, amikor nem tudunk megmenteni egy olyan állatot, amely valakinek nagyon sokat jelent. És itt főleg nem a gazdasági értékét értem ez alatt, hanem ugye egy állat nagyon sok esetben családtaggá válik, és annak az elvesztése nagyon nagy tragédia a család életében, és erről a gondolat, vagy ezzel a gondolattal kezdődik. Emellett olyan módon fogalmaz meg diagnosztikai értékű gondolatokat, hogy talán a következő belgyógyászattankönyv is átvehetné azt a mondatot, amikor egy szívburok gyulladást ír le, amikor folyadék termelődik a szívburok és a szív között, és tényleg ilyenkor egy ilyen locsanó hangot hallunk, és ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy mintha vízzel teli dézsába tenni bugyborékoló locsanás követ minden szívdobbanást. Ezt ugye egy fonendoszkóppal nagyon jól lehet hallani, nagyon szép diagnosztikai értéke van, de azt gondolom, hogy amellett, hogy nagyon szépen megfogalmazta, valamennyi állatorvos kollega, aki ilyet hallott már, tényleg ezt hallotta, csak sosem fogalmaztuk meg magunknak így. Igen. Jó ám, hogy közben mosolyog a szeme, főorvos úr. Azt hiszem, hogy ez... No, Fülep Kálmán Csaba, ugye a Székely lótenyésztés kutatója, őrzője, nagyon fontos számunkra, illetve akiről feltétlenül beszélnünk kell, az egy egyetemi adjunktus, nem azért, mert ilyen van, és nem azért, mert kisállat dietetikával foglalkozik, hanem azért, mert egy hölgyről beszélünk, Fodor Kingáról. Fodor Kingáról nagyon fontos elmondani, hogy évfolyamtársam volt, és én az egyetemi tanulmányok alatt nem is tudtam róla, hogy írással is foglalkozik, és nagyon örültem, amikor valaki őt ajánlotta, és fölhívhattam, mert egyrészt elbeszélgettünk a közös emlékekről, többek között, hogy még az esküvőjén is ott voltam, és kértem tőle, hogy küldjön egy olyan írást, amit ő leginkább a magáénak gondol, és hogyha valaki elolvassa a Mokokó történetét, akkor tényleg Kingának a személyisége, az összes személyiség jegye megmutatkozik ebben a műben. Tökéletes írás. Így kezdődik, azért olvassuk be némiképp a nézőket is, ha az egészet nem is, de érdemes lenne az egészet elolvasni, majd megteszik, akik hozzájutnak ehhez a kötethez. Nos, Angikám, szükséges valamiféle óvintézkedéseket tennem, mielőtt holnap elindulok hozzád a görényekért? Ugyan már ezek egészséges, jól táplált, készhez szokott és tiszta példányok. Semmi gond nem lesz velük útközben, gyere csak nyugodtan. A többit meg majd elképzelhetjük. No, én azt gondolom, hogy ez a kötet méltán öregbíti az állatorvosok hírnevét, és én azt gondolom, hogy remek gondolat volt és nagyszerű megvalósítás Madaras Péterrel együtt, hogy Szibert Gergely nekilátott, és érdeklődéssel várjuk a második, harmadik, sokadik kötetet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy megtisztelt. Nos, kedves nézőink, ez volt a Fehérvári Beszélgetések, ahol magyar állatorvos írók antológiájáról beszéltünk, erről a nagyszerű kötetről, Szibert Gergellyel, megyei főállatorvossal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra.